A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Megelevenedik sok régi emléke, elmosodott képek új színeket nyernek, régi szavak szólnak elő a csendből, százszor és ezerszer. Ilyenkor az álmodozás szétnős, az a múlt idők fölé emelkedik, kijavít hibákat, miket a lelkiismeret eléje tesz, mint szabó elé a rosszul vart ruhát. Csak ilyenkor lehet mindent előről kezdeni, és másképpen megnyugtatóbban rendezni rég elvégzett dolgokat. Csak ilyenkor lehet színes csodává álmodni a múltat, és igaznak, szépnek hinni a jövőt. Korán sem véletlenül Vas Albert idézettel kezdtem ezt a mai beszélgetést, hiszen vendégem Buch Tibor egyik kedves írója, Vas Albert. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm. Coelho-ról majd később. No, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos szerepet játszottál a székesfehérvári színház életben, de ahhoz, hogy megismerjük, mi minden történt előtte és utána veled, illetve hát természetesen itt a Vörösmarty Színházban, ahhoz egy kicsit vissza kell mennünk a múltba. Evezz a mélyre címszó alatt, menjünk el ahhoz a fiatal emberhez, aki a villamos energiaipari szakközépiskolába járt. Megvolt-e már az az indítatásod, a tehetség, ami... azt mondom, hogy ma már az egész ország ismer. Abban az időben, hogy megvolt-e? Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol a mélyen megvolt, mert mellém ültették első végén az osztály legrosszabb gyerekét. Az volt a beceneve, hogy Piroska, ez egy fiú osztály volt, fiú iskolába jártam, és mint kiderült, nem volt rossz, csak szabad volt. Ugye ez még a szocialista rendszerben. És ő elkezdett gitározni. És én is elkezdtem gitározni. Valahogy ez így összehaverkodtunk. És mindig az volt, amikor ketten gitároztunk, aztán jöttek többen is haverok, mindig nekem kellett énekelni. És valahogy rám hárult a, hogy fogalmazzam, az a feladat, lehetőség, nem tudom, melyik szó jobb ide, hogy én nekem kellett vinni a balhét, a primet, én nekem kellett vinni a hangulatot. Tehát, hogy valami biztos, én nem tudtam, hogy ez mi, én csak csináltam azt, ami jön belőlem, és akkor ez odáig fajult tulajdonképpen, hogy alapítottunk egy zenekart. Ugye a tábortűzi zenélésből ez idáig nőtte ki magát. Ennek a zenekarnak életem a basszusgitárosa. Ez egy ilyen, hát akkor mondjuk azt, hogy jazz rock című műfajt játszott a zenekar, akkor mi még nem tudtuk, hogy mi az, hogy jazz rock. Azt gondoltuk, hogy jazz rockot játszunk. Lunatic Visit volt a nevünk, és akkor kezdett befutogatni a Ladány Bene 27 című együttes, akkor még nem reggi zenét játszottak, hanem ska zenét. Az egy picit kockásabb, picit balhésabb, mint a reggi zene. És akkor volt egy klubjuk, a Sulington nem messze, a 13. kerületben, Budapesten, és mi voltunk az előzenekaruk többször is, a klub buli előtt. Az egy komoly lépcső volt már. Akkor még nem tudtuk, hogy igen, nekünk az egy jó balhé volt, és az együttesünknek volt egy énekesnője, Ritának hívták, és volt egy pár dal, amit nem szeretett énekelni, amit mi írtunk, és azt mondta, hogy azt énekelte, az nem jó nekem. Ő angolul énekelt, én meg magyarul. És akkor többen jelezték, hogy neked a basszusgitárt azt nem muszáj erőltetni, neked az éneklést kéne csinálni. És ez valahogy így bennem ragadt. És aztán édesanyám egy vendéglátó bandába került, mint énekesnő, és elvitt
az ének tanárjához, akkor még nem tudtam, hogy mi ez. Babi néni, a híres legendás Kovács Magda Babi nénihez elkerültem. Nem tudtam, hogy ki ő, meg hogy milyen helyre kerültem. Csak azt tudtam, hogy én egy nagyon szemérmes fiú voltam mindig, és hogyha otthon gitároztam, énekeltem, akkor bezártam az ajtót, hogy ne hallják a szüleim. És az első, ezt úgy mondják, hogy vizsgán, az első énekvizsgán, ami egy koncert volt a Fészek klubban, Tom Jones Till című számát énekeltem, és Babi néni zongorázott, bemondták, hogy és most következik Buk Tibor, annyira izgultam, hogy leraktam Babi néni elé a kottát fordítva. Ő mondta, hogy köszönöm Tiborkán, megfordította a kottát, és akkor annyira izgultam, emlékszem rá, hogy fogtam a mikrofont az egyik kezemmel, a másik kezemmel a mikrofonnak a zsinórját, de annyira remegett az izgalomtól a kezem, hogy meg kellett fognia a nadrágom hajtókáját. De az úgy sikerült, az énekvizsga, ez az énekkoncert, hogy pár hónappal később mentem otthon az utcába, ahol laktam, a Nyári Pál utcába, és mentem be a házba, és a ház bejáratánál megállított egy hölgy, egy szőke, hosszúhajú hölgy, lapozta a kis noteszét. Bocsánat, jól látom, hogy ebben a házban lakik? Mondtam, hogy igen. Egy bizonyos Buk Tibort keresek. Mondtam, én vagyok az. És akkor mondta, hogy valaki ismerőse hallott engem énekelni ezen a bizonyos vizsgán, és ők egy énekkvártett, három nő és egy férfi a fölállás, és a férfi tagjuk elhagyta a zenekart, az énekkvártettet, és hogy ők szeretnének engem meghallgatni, és hogy én nem mennék-e el hozzájuk egy meghallgatásra. Fogalmam nem volt, hogy mi ez, hogy mi az, hogy meghallgatás, nem tudom. És akkor elmentem hozzájuk, ott laktak a közelbe, soha nem felejtem el, kanapén ült három nő. Igen, én meg ott álltam 21 évesen a balhés életem kellős közepette, és mondtam, hogy mi igen? Hát, hogy milyen alapot hoztál, mit fogsz énekelni? Hát mondom, nekem nincs alapom. És akkor hogy akarsz énekelni? Hát mondom, nem tudom, akkor énekelek majd így a kapella. Mondták, hogy jó. És akkor énekeltem egy Ricky Nelson nótát. Hú, nem is tudom, mi volt a dal címe. Meg a Ghostnak a zenéjét is a Ricky Nelson írta. Próbálok így visszaemlékezni, hirtelen bele akartam dúdolni a dalval, de nem, mindegy, most ezt nem fogom, nem jut az eszembe. És mondták, hogy jó, köszönjük, majd értesítjük. És akkor én meg nem értettem, dolgoztam, volt egy normális életem már akkor, egyedül laktam. És akkor pár nap múlva megint megkeresett ez a bizonyos szőke hölgy, hogy hát végül is nagyon tetszettünk, vagy tetszettem nekik, és hogy ők szeretnék, hogyha beszállnák ebbe az énekkvártetbe. Nem tudom, hogy ki mennyire tudatosan él így a 21-22 éves korában. Én sem ennyire, sajnos. De életem meghatározó pillanata volt ez, hogy fölvettek ebbe az énekkvártetbe. Ez nem lehet kétséges. Mit mondtak erre a szüleid? Hiszen a számos visszaemlékezést olvastam tőled, nagyon szoros és egészen kivételes kapcsolat fűzött édesapádhoz és édesanyádhoz, nem különben. Igen. Támogatták, hogy ezen a pályán indulsz el? Hiszen akkor már kapizsgáltad, hogy ez lesz a vége. Nem volt ez szóban. Ez egy, szerintem egy ugyanolyan lépcsőfok, ugyanolyan jó balhénak tűnt, mint bármi más az életben. Én sportolónak és műszaki embernek készültem, és azt is dolgoztam. Mondjuk akkor már
azt hiszem, hogy elkezdtem abba hagyni a műszaki pályát, mert rájöttem, hogy ez nem teljesen érdekel. Nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, mint szerintem sok 21 éves akkor, meg szerintem most se. Nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, de azt tudtam, hogy nem biztos, hogy ez az én életem. Előtte a hőerőmű vállalatnál dolgoztam, a budapesti hőerőmű vállalatnál, és a vezénylőben szolgálatot adó három ember közül voltam én az egyik, aki az erőmű működését felügyelte, bonyolította. Nem volt ez szó így a szüleimmel, hogy én most nekiállok énekelni, vagy előadó művész leszek. Ez csak egy ilyen ecsetvonás volt az életemben. Ugyanakkor eltelt még egy, illetve két év, és már is ott találtad magad a Toldi Mária stúdióban. Igen. Ez egy áttörés volt, de és tudatos döntés. Ez úgy történt, hogy mi is volt a szlogenje a mondatodnak, hogy merülj le a múltba, vagy mit mondod? Igen, színes csodává álmodni a múltat. Igen, most ez egy ilyen, így hirtelen elkapott ez az érzés, hogy úristen, nem voltam erre felkészülve, erre a fajta beszélgetésre, bevallom őszintén. Csak így most így belelassulok az emlékeimbe, vagy a gondolataimba, és fúj, elképesztő élmények érnek itt belül, hogy milyen is volt az. Ennél a bizonyos Babi néninél együtt énekeltem egy lányjal, egy rádió felvételen. És ő mondta, ez a énekkvártettel párhuzamos élet volt, ő mondta, hogy van egy Toldi Mária Music & Studio nevű hely, ami kvázi a rockszínháznak volt egy ilyen stúdiója. Hallottam is egyszer egy hirdetést a rádióban, hogy a rockszínház stúdiója felvételt hirdet. De hát én ezt nem, tehát én nem akartam sem színház, sem színész, sem ilyen jellegű ember lenni, akinek egyáltalán ilyen helyen jelenléti ívet kéne aláírnia. És akkor ez a leányzó mondja, hogy ő már beszélt is Marika nénivel, és hogy kevés fiú van, és hogy de jó lenne, ha elmennél. És elmentem, és hát Marika néni meghallgatott, mondta, hogy helyed van a csapatban, gyere, légy szíves, soha nem felejtem el, elküldött táncórára. Az életem első táncórája Bakó Gábornál, talán egyszer fogja látni ezt a felvételt, és ezúton szeretném azt mondani, hogy életem egyik fő elindítója Bakó Gábor volt. Ugye itt is dolgozott sokat a fehérvári Igen. színházban. Egy meghatározó ember volt az életemben, most tudom 53 évesen. Akkor 21 évesen nem tudtam. Marika nénitől kérdeztem, hogy mi kell egy táncórára? Soha életemben nem voltam ilyenen. Mondta, hogy vigyél valami tornacipőt, egy tréningnadrágot, meg valami pólót. Na, én bementem Bakó Gábor táncórájára, amit úgy kell elképzelni, hogy ugyanilyen fekete táncparket, vagy táncpadló van, ilyen fekete linoleum van leterítve, egy ilyen félhomályos teremben, és egy egész falnyi tükör rel szemben táncolunk, és hát táncpartnereik, tehát hogy ilyen emberek látogatták az órákat, soha nem felejtem el, az első alkalommal ott volt a Szinetár Dóri, a Tunyogi Bernadett, és ilyen hasonló méretű és korú lányok, mind nagyon ügyes tánctudással. Én meg ott álltam, a nagy, hosszú, göndör, derékigérő hajammal, vittem egy tornacipőt, amire azt mondta a Gáborka, hogy ezt azonnal vegyem le. Vittem valami béna tréningnadrágot, meg egy fehér pólót. És ott álltam hátul sok pici lány előtt, akik mindenki feketében voltak. Ezt már megtanultam, hogy a táncórára mindenki fekete ruhába megy. És úgy néztem ki a hatalmas tükörben,
mint egy iszonyatosan béna jegesmedve. A nagy hosszú hajammal, a nagy fehér pólóval. De elkezdtem gyúrni, és elkezdtem csinálni ezt a dolgot, mert ugye az volt a kérdésed, hogy éreztem-e én magamban már akkor valamiféle késztetést, és nem tudtam, hogy mi hajt ebben a dologban előre, de valami vitt előre, hogy én ezt megcsináljak egy-egy mozdulatot, egy-egy tartást a táncórán, az énekórákon egy-egy hangot, egy-egy hangkaraktert, egy-egy dalt meg tudjak csinálni. Tehát ez valahogy elkezdett érdekelni, hogy Úristen, hogyan lehet ezt úgy megfogalmazni, mint a nagyok. Ugye akkor a nagyok a Sasi, Sasvári Sándor, Malek Andrea, a Csengeri Ati, ők voltak számunkra a nem félistenek, az istenek. De hát hivatást találtál, ezt kimondhatjuk, hiszen amint befejezted a musical stúdiót, felvételt nyertél a színműre méghozzá, Szinetár Miklós egy újabb legenda osztályába, és az óriási kihívás lehetett, ha azt mondom, hogy operett musical szakra járni az ő irányításával, és mindent elsajátítani, ami akkor azt mondjuk, hogy megtanulható. Hadd meséljek el egy történetet, hogy én hogy kerültem be a főiskolára. Tehát a főiskola sem volt egy kiszemelt célpont, a színművészeti főiskola, egyetem, bocsánat. Akkor már egyetem, mi voltunk akkor az már, első, igen, mi voltunk az első egyetemi rangú képzés szereplői. Marika néni énekórát tartott, ez a Toldi Mária Musical Studio, és két skálázás között mondta, hogy Tibikém, minden osztálytársad beadta a jelentkezését a színművészetire, te is légy szíves, add be. Mondtam, hogy Marika néni, tehát én nem akarok színész lenni. Én nem verseket kell mondani, meg monológokat, tehát én ilyeneket tessék beadni, mindenki beadta, neked is tessék beadni. Ilyen osztálytársaim voltak a Toldi Mária Musical Studio-ban. Tunyogi Bernadett, Kós Réka, Ladinek Judit. Ki volt még? Azon gondolkozom, nehogy valakit kihagyjon. Beadtam a felvételi kérelmemet a főiskolára. Meg volt a felvételi. Balhéból mentem el. Nem akartam, gondoltam komolyan. Elmentem, csináltam valamit. És ilyen osztálytársaim lettek a színművészeti főiskolán, hogy Kós Réka, Tunyogi Bernadett, Ladinek Judit. Tehát, hogy azt az osztályt a Marika néntől majdnem az egészet fölvették. Hát Szinetár tanár úr, megint csak nem tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam kellő tisztelettel és kellő férfiassággal. Szinetár tanár úr egy csoda. Ahogy van az intelligenciája, és rájött, most kezdem megtanulni 53 évesen, hogy az életben az egyik legfontosabb tényezője az embernek az intelligenciája. Tanár úr nem beszélt sokat, nem beszélt fölöslegesen, hanem támpontokat adott az életünkhöz. Most volt szerencsém vele dolgozni a Szolnoki Színházban, vígözvegyet rendezett 91 évesen, és ott is úgy instruált, hogy nem volt az, mint egyes rendezőknél szerepet elemeznek, és akkor így kell csinálni, és akkor az, és beszél fél órákig, hanem csinál valamit az ember. Ő mindig azt szoktam mondani, Tiborkám, lepjen meg. És akkor abból én tudok kiindulni, mondja ő. És akkor mi is arra vagyunk ezzel inspirálva, hogy ne az legyen, hogy megvárjuk, hogy mit mondjanak nekünk, hanem kitaláljunk dolgokat. És mindenre csak egy szót mondott. De az egy olyan pontos szó volt, amiből mi tökéletesen éreztük és tudtuk, hogy mit kéne csinálnunk esetleg másként. Kész voltál, amikor végeztetek? Nincs olyan, hogy jövőre kész. Nincs? Nincs. Most sincs kész.
És mi volt a folyamatos, illetve a választás lehetőségek közül a fontos számodra? Hiszen az Operett Színházban, tehát Budapesten maradtál, Operett Színház, József Attila Színház, alapvetés volt, hogy ezeket a társulatokat választ, vagy ők választottak téged? Borzasztó szerencsés helyzetben vagyok. Voltam, vagyok. Amikor másodikos volt a színművészeti főiskolán, az volt a tendencia, hogy negyediktől kezdik el kiadni a növendékeket. Az összes nagy nevű osztályt indító tanár nem engedte ki a diákokat. Harmadikban nagyon-nagyon komoly ürüggyel, de inkább negyedikbe, mint ilyen színházi gyakorlat. A színetár tanár úr azt mondta, hogy ezt a pályát, ezt a szakmát csak a színpadon lehet megtanulni, és ebben tökéletesen igaza van, az én tapasztalataim szerint. És ő elkezdte másodikos korunkba engedni, hogyha esetleg van olyan lehetőség, akkor elmenjünk és dolgozzunk. És második év elején kiírtak egy meghallgatást az Operett Színházba, a Valahol Európában című darabra. És ez lett a hosszú Igen. szerepe. És én elmentem, több tíz vagy több száz ember volt ott meghallgatáson, különböző szerepekre, karakterekre. Nem voltam jó színész, nem voltam jó énekes, nem voltam semmi, csak azt mondta a rendező, Horváth Péter, aki rendezte és írta a darabot, hogy megjelentem a meghallgatáson, és egy olyan karaktert látott, érzett bennem, amint hogyha becsukta a szemét, és lelki szemei előtt próbálta elképzelni azt a karaktert, amit én megkaptam, a Hosszú című karaktert, ő ezt így képzelte el. És tulajdonképpen tök mindegy, hogy hogyan énekel, meg hogyan játszik, majd megtanítjuk mind a kettőre. És ez így is történt. Ez megerősítést jelentett nyilván számodra. Mint ahogy az Operett Színházban és a József Attila Színházban eltöltött évek nem különben. Ugyanakkor megérkeztünk Székesfehérvárra. Számunkra a Vörösmarty Színház folyamatos átalakulása, tehát gondolok itt arra, hogy változtak az igazgatók, a rendezők, társulat lett, nem vendégszínészekkel játszottunk, óriási áttörést jelentett. És ez fontos volt. Itt Fehérváron otthonra találtál? Kérdezem ezt annak tükrében, hiszen 2001-ben kerültél ide, és hát ez csoda volt, ez az időszak. Nem csak azért, mert aranyalmadi és proteátródi is a tiéd lett, teljesen megérdemelten, hanem azért egy vidéki színházban, ahol sokszínű szerepek várnak egy színművészre, azért mégis minden más. Főleg aki budapesti. Igen, én úgy kerültem ide le, hogy, és hogyha jól emlékszem, és nem akarnék vitatkozni veled, mert pocséka ez a fajta memóriám, én 2000-ben szerződtem le, bár lehet, hogy neked van igazad, 2001-ben. Ugye még Péterfi Attila volt az igazgató, úgy kerültem ide le, hogy Horváth Péter volt itt régebben a művészeti igazgató, és amikor bezárták az Operett Színházat a felújítás miatt, akkor ide hozta le a darabot, a Valahol Európában című darabot, itteni színészekkel, meg itteni srácokkal, és szüksége volt még egy hosszúra, erre a karakterre, hogy hosszú, amit itt is megkaphattam. És szerintem megszerette az én munkámat a Péterfi Attila, és ő fölajánlotta, hogy eljöttem az Operett Színházból egy igazgató változás miatt, és ő fölajánlotta, hogy mi lenne, ha én ide leszerződnék. Ezt én budapestiként elég furán éltem meg, mert én azt gondoltam, és megint csak mennyire tervez egy 20 éves ember, én azt gondoltam, hogy főiskolásként az Operett Színházban játszva
hogy én majd onnan megyek nyugdíjba. Hiszen mindennek én vagyok a főszereplője, nagyon ügyes vagyok, nagyon szép vagyok, nagyon okos vagyok, nagyon tehetséges vagyok, de hát ez nagyon gyorsan, az első igazgató változásnál kiderült, hogy ez már nem így van. És elkezdtem komolyan venni azt, hogy megtanulni a szakmát. Az Operett Színházban ugye főleg musicalekben játszottam, és itt volt lehetőség Kozák András, ugye, mint művészeti igazgató, elképesztő ember volt, és elképesztő pedagógiával működtetett minket, fiatal színészeket. Volt lehetőség belekóstolni a zenés dolgokon kívüli játékba, és aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugyanakkor itt is jött egy igazgatóváltás, és elindultál a magad útján, szabadúszóként, Győrtől Debrecenig, ha úgy tetszik, majd aztán visszatértél. Hiszen a visszatérésed hozta meg azokat a sikereket, amire azt hiszem akkor már bőségesen a 21. századot írtuk, ami mindenféle értelemben áttörést jelentett. Nem mentem én el innen, tehát én 13 évig végig tag voltam. Igen, csak jártad az országot. Igen, volt lehetőség, kevesebb, ugye Péterfi Attilánál nagyon sokat játszottunk, kevesen voltunk állandó tagok, és aztán a következő igazgató Szurdi Miklós ugye nagyon sok embert hozott ide, tehát jobban felhígult a munkalehetőség, és volt idő, és volt lehetőség, és Szurdi Mikli pedig megengedte, hogy elmenjék, mint vendég különböző más helyekre. Azt hiszem talán, hűha, nem is tudom, mi volt az első, ahol voltam, talán Győr. Vagy... Te jobban tudod, hihetetlen. Igen. És akkor elindult egy ilyen országos Győr, Miskolc, Debrecen, Szolnok, Kecskemét, mindenféle volt. Ízig-vérig székesfehérvári lettél. És ha már itt tartunk, akkor itt ugye említettem a műsor elején, hogy Coelhot. Tehát akkor jön egy Coelho idézet, mert ő azt mondta, hogy minden városban van egy mágikus hely, ahova akkor megyünk el, amikor komolyan akarunk gondolkodni az életről. Neked nyilván a színház volt a második otthonod mindenképpen. De milyen hely lett így utólag visszagondolva számodra a Székesfehérvár, ahol azért valljuk meg, minden olyan szerepet megkaptál, teljesen jogosan egyéb iránt, ami egy fiatal, de már befutott színészt éltet. Fehérvárral kapcsolatban két szó jut az eszembe, fájdalom és öröm. Hát ugye az öröm azt elmondtad, hogy tényleg fantasztikus dolgokat játszhattam, és fantasztikus dolgokat tanulhattam, ezáltal fantasztikus dolgokat tapasztalhattam az életről. Innen lett feleségem, így születtek a gyermekeim. Fehérvárt is nagyon-nagyon komolyan gondoltam. Volt egy időszak, amit szerintem nem szívesen emlegetnek sem a fehérváriak, sem a fehérvári színház látogatók. Picit ilyen krízis időszaka volt a fehérvári színháznak. Lehet, hogy nem is volt krízis időszak, akkor alakult át nagyjából Magyarországon egy csomó minden. 2013 környéke. Én is beadtam egy igazgatói pályázatot, ahol elmondtam az önkormányzati meghallgatáson, hogy én igazából nem szeretnék igazgató lenni, csak szeretném valahogy helyrehozni a színház renoméját. A nézők bő 60%-át elvesztettük, és én ezt személyes fájdalomként értem meg, és aztán egy, hát nem is tudom, minek nevezzem, erről nem beszéltem még soha sehol senkinek, egy nagyon
buta helyzet, szerintem ez így bőven elég, hogy egy nagyon buta helyzet miatt kerültem én el innen. Egész egyszerűen az akkori megbízott igazgató, aki egyébként nekem a barátom volt, nem írta alá a következő évadi szerződés hosszabbításomat. Én voltam az egyetlen a társulatból, akinek nem írta alá a szerződés hosszabbítását. Tehát kvázi ezzel kirúgott a színházból. Riválist érzett, ellenfelet érzett, nem tudom, mindegy. Így alakult a dolog, és akkor ez a része a fájdalom, hogy én erre is azt gondoltam, hogy ahogy mondtad, hogy második otthonom, és nem tudtam volna abban az időben egyes vagy kettes számot mondani a valós otthonom és Fehérvár között, mert itt minden nap itt voltam, reggel 10-től, fél 10-től, este 10-ig, fél 11-ig. Szóval, hogy a fájdalom része az ez, és ezt egyik napról a másikra elveszítettem. De ez lehetőséget és teret adott annak, hogy bekerüljek a Magánnyomozók című sorozatba, mert azt ugye valószínűleg a színházi munka mellett nem tudtam volna csinálni. De mindenféleképpen Fehérvár az egy alapvetőség az életemben. És ez jelenleg is így van, annál is inkább, mert a horvát tesók itt voltak a vendégeim, és ők elmesélték már, mint Emi, horvát Elemér Emi elmesélte nekem, hogy tulajdonképpen hogy bukkantatok egymásra egy próba folyamat során, és azóta viszont szárnyalnak ők is, szárnyalt a vezetéseddel, szárnyaltok ti is. Honnét jött a gondolat, hogy ezt a lehetőséget, hogy a musicalt, a népdal, műdal, poprock, mindent játszatok szerte az országban, fantasztikus utak ezek, hiszen teltház fogad benneteket mindenütt, ezt megtapasztaltuk itt Fehérváron mi magunk is, és ráadásul olyas valakiket tudsz megnyerni magatok mellé, bár szerintem ti is elegen lennétek egy műsorhoz, mint a Gergely Robival láttunk, aztán Szent Martin szintén társad volt, sok mindenki más, mostanában pedig ott van Lőrinc Judita, a csodálatos operaénekes. Én azt gondolom, hogy így ez egy kerek történet. Van egy 10 vagy 11 éves tradíció, ugye még régen a szabad műfázzal kezdtük el. Nekem volt egy ötletem, hogy én mindig ilyen ötletelős fiú voltam, a színházban is. A színházban Szurdi Miklós adott mindig lehetőséget, hogy egyre nagyobb ötleteket és álmokat valósíthassunk meg, és az egy zseniális dolog volt tőle. Ugye a Váradi Eszter Sárával összeálltunk, és együtt találtunk ki különböző koncerteket, egyre nagyobb léptékű dolgokat, ebből nőtte ki magát ugye a Bormámor szerelem című előadásunk is, amit a mai napig játszunk. Szóval valahogy ezt így megéreztük, hogy erre nagyon ki vannak éhezve az emberek, erre a crossover műfajra. Próbáltunk először az emiékkel olyan zenéket csinálni, amiket itt magunk is játszottunk a színházakban, ugye olyan koncerteket csináltunk. Ugye a Szabad Művelődés Házával, visszatérek gyorsan erre a gondolatra, Szabad Művelődés Házával kitaláltuk, még Kis Dorottyával, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk ilyen nyári koncerteket. Ugye ebből lett a Nyáresti Vigadalom, ezt a címet én találtam ki, hogy akkor csináljunk egy ilyen játékot, hogy Nyáresti Vigadalom, és én mondtam a Dorottyának, hogy nem biztos, hogy én elég vagyok ehhez, mindig hívok vendégeket, és akkor tulajdonképpen most azt mondom, hogy,
hogy ez, nem szeretem ezt a szót, de nem tudok mást helyette, hogy brandé nőtte ki magát ez a dolog, hogy Buk Tibor és barátai. És hát azért fantasztikus embereket tudtam meghívni. Ugye említetted a Gergely Robit vagy a Szent Martin, de itt volt vendégem a Szolnoki Peti, ugye a Bombomból, Vastag Csabiék, Vastag Tomika, a Mészáros Árpád Zsolt, a Füredi Nikiék, rengeteg fehérvári színész. Nem is tudom, még kik voltak. Most így kavarognak a nevek a fejemben, hogy tudom, hogy volt terv, Kalocsai Zsuzsi, vagy az Oswald Marika, de nem tudom, hogy ők voltak-e. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen központi téma volt, hogy milyen olyan koncertet lehet csinálni, ami nagyon-nagyon sok nézőt megérinthet. Vagy ezért, vagy azért, vagy amazért. És akkor valahogy ez így elkezdett művészileg is érdekelni, hogy milyen dolog lehet elénekelni egy opera jellegű dalt, mondjuk egy magyar nóta, vagy egy csárdás után. Működik. Szerintem is működik. Az a szerencsés helyzet van így velünk, ugye az Emi meg a Peti elképesztően jó zenészek, és a cigány nótát is ugyanolyan hitelességgel tudják elmuzsikálni, mint mondjuk egy opera részletet, hogy csak a két végletet próbáljam így felvázolni. És nekem pedig egy nagyon jó tanulási és izgalmas folyamat volt, hogy ezekhez a feladatokhoz felnőni. Mert azokat a dalokat, amiket a színházban csinálunk, és már így nagyjából bennem voltak, azokat nem volt nehéz átrakni erre a kis trióra. Amikor mostanában már ugye nagyon sok új dalt tanulunk, két-három hetente tanulunk egy új dalt, amit meghallanak akár ők, akár ilyen, hú, ez de jó lenne megcsinálni, és én most már bizony olyan füllel keresek, ami tudom, hogy egy picit fölötte van az én szintemnek, és próbálok felnőni a dolgokhoz. Például itt a legutóbbi fehérvári koncerten volt ugye a Once Upon a Time, Volt egyszer egy vadnyugat című dal, amit egy rivális bandától loptam, az Ilvólótól. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mind a székesfehérváriak, mind ahogy már említettük, hiszen nem titok, most is egy koncertre indulsz, és ráadásul fogunk találkozni itt Fehérváron is rövidesen, hogy ezt szeretik az emberek. Én azt gondolom, hogy ebben a felgyorsult világban, egy ilyen gazdasági helyzetben a felüdülést jelent látni titeket. Én ezt szeretném igazából megköszönni neked mindannyiunk nevében, és nem csak a székesfehérváriak nevében, mint ahogy azt is, hogy megtiszteltél bennünket, és hát bízom benne, hogy minél többet fogunk találkozni a közeljövőben. Legyen így, és egy nagyon fontos dologgal hadd zárjam a kis beszélgetésünket, hogy ne felejtsék el a kedves nézők, hogy mi ő nélkülük semmik vagyunk. Ámen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Buk Tibor volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.